Sziasztok! Ma hagymás vért fogunk készíteni. Valók a következők. 2 kg abált vér, 2 darab vörös hagyma, erős paprika ízlés szerint, 10 deka zsír, 2 teáskanál só, 2 teáskanál őrölt paprika, 2 teáskanál őrölt bors, és 2 teáskanál őrölt majoranna. Elkészítése a következő. A kihűlt vért, amit nem kevertünk össze előtte semmivel, se sóval, semmivel, a kihűlt vért fölvágom. Ugye ez mivel nem lett sóval kikeverve, ez gyakorlatilag egy kocsonyává tudott összeállni, igen, nem híg. És forró, zubogó vízbe beleteszem. És ezt mennyi ideig kell laválni? Forrástól számított 4 óra 20 perc. Uh-huh. Föl kell jönni a víz tetejére, és közben vágás próbát kell készíteni. Amikor már úgy gondoljuk, hogy készen van, ha megvágjuk, és a közepe sem véres, akkor kész a vér. Felhevítjük a zsírt. Felaprítottuk a vörös hagymákat, és a felét beletesszük a zsírba. Megdíszteljük. Jöhet rá a vér. Meghintjük a piros paprikával, és átforgatjuk. És most megsózzuk, de óvatosan, mert a vér maga is tartalmaz sót, és a végén is majd ízlés szerint sózhatjuk étkezéskor. Ráöntjük a majorannát, és a borsot. Szintén összekeverjük. Lefedjük, és 10 percig pároljuk. Közben kétszer-háromszor óvatosan megkeverjük. Tíz perc elteltével ráborítjuk a maradék hagymát, összekeverjük, és a maradék sóval ízesítjük. Ezt kétféleképpen is láttam már elkészíteni. Csinálják úgy is, hogy a vért nem abálják meg, hanem dermedt állapotába beleöntik a serpenyőbe, és ott kevergetik. És van ez az abált vére sütése. Ez számomra elfogadhatóbb, mert a kinézete, az állaga sokkal jobb azoknak is, akik némi ellenszenvet éreznek a sült vért fogyasztása. De mindenképpen annyira egészséges étel, hogy nagyon magas a vásárnyanyagtartalma, hogy csak ajánlani lehet mindenkinek. És ugye egy elfelelt régi recept ez is, jó lenne, hogyha visszakerülne a köztudatba.
Elkészültünk a hagymásmájjal, nincs más dolgunk, mint tálalni. Jó étvágyat kívánunk, gyarapodjunk mindahányan, várjátok a következő receptünket is!